Egyre több medvét látnak Észak-Magyarországon. Most egy vadkamera készített felvételt az egyik példányról Nógrádban. A helyiek egyre jobban aggódnak a bükkben kóborló medvék miatt. Komótosan sétált el a vadkamera előtt ez a medve etesen. Ő Mihály, akit a Bükki Nemzeti Park munkatársai neveztek el így. Ezt a telefonos felvételt állítólag ugyanarról a medvéről készítették a helyiek, amikor az erdő mellett egy tisztáson sétált. A helyiek azt mondják, nem ez az első alkalom, hogy medvével találkoznak. Hát és nézett minket errefelé, és mondtuk, hogy szarvas nem, mármint őz nem lehet, szarvas nem lehet, tehén nem lehet, mert elég messze bent jártunk, és ott volt egy tiszta, és ott tuti, hogy akkor medvét láttunk. Most a medve itt bukkant föl, nem túl messze tőlünk. Általában ezen a tisztáson látják a medvéket. Ha elhagyják az erdőt, legtöbbször csak ideig merészkednek, mert félnek az emberektől. Ilyenkor a falu önkormányzata figyelmezteti a helyieket a veszélyre. Tájékoztattuk mi is a lakosságot az önkormányzatnál, hogy óvatosabban közlekedjenek, jobban figyeljenek oda az erdőkben, gombászás, kirándulás közben. Szakemberek szerint, ha nem vagyunk egyedül, vagy ha van nálunk erős illatú élelmiszer, akkor a medvét távol lehet tartani. Ha mégis megtörténik a találkozás, akkor a legfontosabb a távolságtartás. Ha találkozunk vele valahol az erdőbe, akkor próbáljuk meg szépen csöndbe elhátrálni. Ha pedig már észlelt minket, akkor esetleg hangot adni, rákiáltani. Ne fordítsunk hátat az állatnak, ne próbáljuk provokálni, és semmiképp se fussunk előle. Ezt is tanácsolják a szakemberek. Ezek ugyanis súlyos sérüléseket eredményezhetnek. Erdélyben például rengeteg medvetámadás történik évente. Itthon azonban ilyenre még nem nagyon volt példa. Idén jelentősen több medvét rögzítenek a kamerák Magyarországon, mint az elmúlt pár évben. Legutóbb az Aggteleki Nemzeti Park térségében, Kánó és Felsőtelekes települések között, majd Karancsberény, Mihály Gerge és Karancskeszi környékén látták az állatokat.